A sikernek ára van, nem titka. Hogy itt kereshetjük, hogy mitől sikeres valaki, egy előadó, egy zenekar, mi lehet a recept. Mert valaki nincs keresi recept. Mindig. Valaki folyton keresi. Általában azok keresik, akik sikertelenek, hogy mitől működhet a másik sikere. De szerintetek akkor a kitörési pont? Valami történt, a nagy áttörés mi lehetett? Miből merítsen az ember, ha történik vele, és akkor néha ilyen van, néha olyan. Dolgozni kell, mert különben a siker az csak úgy nem lesz. Benneteket nem lehet formálni. Egyébként figyelj, amikor a sztáliszt is bejött, végül föladta. De nem azért, mert ráerőltettük, hanem látta, hogy nem, mit csináljak. És benne is megszólalt az, hogy most hova? Tehát, hogyha ők ilyenek, akkor most aggassam rá azt a nem tudom milyen nyakkendőt, mert most éppen trendi, hogy a nem tudom milyen zenekaron az volt. A Palikék világa szólójába ma szokásomhoz szíven több embert hívtam, mint egyetlen egyet, tehát a szóló már is okafogyottá vált. Három fiatal emberről, három muskétásról beszélünk, a Magna Cum Laude oszlopos tagjai. Többen is vagyunk, ugye, de hát nem volt annyi mikrofon, hogy elférjünk, így aztán a három, mondhatnám, őskövületet hívtam. Lehetsz ma D'Artagnan. Lehet egy D'Artagnan, igen, a női változata. Hello, fiúk! Szia! Üdv mindenkinek! Annyira érdekes, általában tudjátok, egy ilyen forgatásról feszesen szoktunk gondolkodni egymás után interjúkat tekintve a diszponálásnál, vagy később érkeznek emberek, hiszen a budapesti nagy forgalmat nem lehet ugye beleszámítani mindig, de hogy előbb érkezzen valaki, ez párját ritkítja, és ez volt Mező Misi. Valami egy érthetetlen képszakadás volt a fejembe. Elolvastam az üzenetet, amit küldtél, és én automatikusan mentem a tusolóba, tusoltam, öltöztem föl, hogy akkor indulok. Majd szerencsémre te fölhívtál, és elújságoltad, hogy akkor holnap állok. Mire én azt mondtam, hogy milyen holnap, hát én mindjárt ott vagyok, és mondtad, hogy ez nem ma lesz, hanem holnap. Hát ezzel a lendülettel megfordultam, és hazamentem, és visszaöltöztem a kis munkát. És hol jársz le? Hát a flak, majdnem igen. És a feleségének Dórinak kellett elmondanom, ugye? Mindkettőtök felesége Dóri, de nem ugyanaz, igen. Ugye vár. Nos, hát nyilván ilyen fiaskok megtörténnek. 25 év alatt rengeteg sztoritok lehet. Nyilván mindre nem tudunk kitérni, de mi volt, amit talán emlékezetes olyan koncertélmény, ami, hát az első az nyilván magától értetődően az lehetett, amikor több ezer ember előtt ott állt a zenekar, de ami számotokra nagyon meghatározó valamiért. Én inkább ott kezdeném, hogy találkoztunk mi. Azt mindenki tudja. Abóvó, de mehet, Tibikém, jöjjön. Hogy találkoztatok ti? Te Tibi? Hát, hogy ez egy ilyen olyan egybeesés, hogy Misa is találkozott a Misivel külön, én is kiszúrtam őt, és mi nem tudtuk erről a dologról, és akkor jött egy ilyen pillanat, amikor én meglepetést akartam Misának okozni azzal, hogy majd én találtam valakit, és akkor így mondja, hogy de ezt ő is talál. Nyilván itt azért van egy több hónapos tolódás, tehát az egyik nyáron volt, én pedig szeptemberben találkoztam Misivel, de ők is, és akkor nem mondom, jön le, előkészültünk, és akkor ott mi, tudod, így összenéztünk, hogy te is őt hívtad, én is, tehát ez nem a semmiért volt ez a sztori így. Mondjuk nekem kellett egy ilyen vizuális dolog is, tehát én ismertem az ő hangját, és így jött, és egy ilyen Lenny Kravitzet láttam. Ott ültem Mata Jóska barátommal, és a Misinek a akkori párja, nem tudom, azt mondhatom, mindegy, ott dolgozott a cukiban, és már pakoltak, szedték össze a széket, mert később, gyere már, menjünk, mert nem sokára szedik össze a cuccokat, és akkor egyszerűen így a fél homályú, ilyen szürkület volt, így jön így, jó. Tudod, ezt nem tudom elmondani, de ez biztos rám mindenkire van egy ilyen hatás, hogy van egy ilyen, hogy így az emberi, ez a szó kell, ez is kell, hogy ő lehet az a figura, akit én keresek. De ezt Misi már hamarabb megérezte? Hát ő nem... Az nem verseny között. Persze. De te hogy láttad meg először? Nekem inkább... Egy koncerten látta. Így van, de nekem mondjuk meg, ahogyha már itt tartunk, nekem sokkal inkább az audio élmény volt, ami így elindította bennem azt, hogy itt történni fog valami, ugyan megtörtént a találkozás, így vagy úgy, elkezdtük próbálni szóval minden állomáson valamit, és akkor csak így összenéztünk, és akkor valami ilyesmit akarunk hallani, vagy akkor így gondoltam. Mi minden azonáltal, hogy nem képzeltük el azt, hogy egyszer csak majd
itt fogunk ülni, és erről beszélgetünk. Itt is 25 évvel később. 25 évvel később. Na, hogy volt, és srácok. Sőt, te jó szerkesztőként önmagadat kérdezted meg erről. Ugye, amire én nem feltétlen kérdeztem volna rá, de valóban nem tudtam, hogy így történt. Tehát audio, vizuális. Így de nem, volt audio is, tehát láttam koncertet. Tehát, hogy játszott ő is több zenekarban, tehát ezt tudtuk a képességét, tehát ez nem volt. Csak ugye ez hogy lehetne ide integrálni így ebbe az egész dologba? De akkor ő akarja-e? Na, ez volt a jó kérdés. Misi, te vágytál akkor arra, hogy ha már több zenekar, noha én egyről tudtam, akivel jártad akkoriban, ugye? Igen. Pontosan, még láttál a kisben. Szerintem a három amikor is gondol meg ezekre, igen. Persze, több is volt párhuzamosan. Tehát te azért nagyon izgalmasan belekezdtél simulni a magyar muzsikális életbe, vagyis hát minden területén, inkább a szórakoztatásra törekedve, de vágytál valamiféle egészen más hangzásvilágra? Hiszen a Magna azt hozta. Hát nézd, amilyen zenekarokban én voltam, ott azért feldolgozásokat játszottunk. Bizony. Az nem a sajátunk volt. Hát melyik zenész ne vágyna arra, hogy olyan muzsikát játszon, ami a sajátja? Hát hogy ne vágyta? De kerested az útját akkor inkább? Keresni nem kerestem egyáltalán, de ezek a lehetőségek, és beszélhetek most, kinyithatom ezt az egészet, beszélhetek gyakorlatilag minden lehetőségről az életemben, ez megtalált engem, meg ha már a Magnát nézzük, akkor a Magnát is megtalálta minden olyan lehetőség, ami így véleményünk szerint előrébb vitte. Mi nem ez a törtető zenekar voltunk soha, aki mindent megtesznek azért, hogy pozícióba kerüljenek. Ez bennünket nem érdekelt. Ezt annyira örülök, hogy említed, és a két fiú is bólogat. Való igaz, nem nyomultatok. Mondjuk ilyen lehet, hogy a hibánknak is lehetne ezt mondani, bár szerintem nem. Bár szerintem nem. Most a hibát arra értem, hogy lehet, hogyha sokkal nyomulósabbak vagyunk, akkor mondjuk nem kell 7 évet végig szenvedni, de én hiszem, hogy minden okkal történik az ember életében, és ezáltal a zenekar életében, és nekünk ezeket a mélységeket, ezeket a kudarcokat, ezeket a csalódásokat meg kellett élni ahhoz, hogy tudjuk ezt most itt 25 év után értékelni, vagy helyén kezelni. Nem az ambíció hiányát látom én mögött, egyáltalán nem, hanem valóban ez a fajta talán a lázat, vagy szerénység, jámborság, bárhogy is nevezhetjük, hogy 7 szűkös esztendőt hozott. De szerintetek akkor a kitörési pont, az minek köszönhető? Valahogy mégis 7 év alatt, tehát sejtek is kicserélődnek, teljesen újak leszünk. Hogy ott valami történt, a nagy áttörés mi lehetett, Misa? Hát én szerintem akkor forgattuk le a minden állomást, és akkor még volt, vagy most is vannak nyilván zenetévék, de akkor egy ilyen, amit minden háztartáson megtalálható volt, egy régi zenecsatorna, és az valamiért berotálta ezt a dalt, de olyan durván, hogy szinte minden órába lement egyszer. És akkor érdekes egyébként volt az időszak, pont amikor ez a 7 év letelt, hogy azt hittük már, hogy na hát itt már nincs mit, hagyjuk az egészet a francba, meg azért többször előfordul a zenekar életében, amikor kiég vagy elfárad, vagy bármilyen külső körülmények közre játszanak, akkor mindenkinek már így tele volt mindene, és egyszer csak így megint adott egy reménysugarat a Jóisten, vagy bárki, és megint úgy éreztük, megint össze kell kapaszkodnunk, és megint lépni kell egyet ezen a bizonyos lépcsőn, ami fölfele viszi a zenekart, és ez egy olyan lépcsőfok volt, ez annak a dalnak a leforgatása, és ennek a úgymond berotálódása, ilyen nagyon szépen fogalmazva, ami miatt megint össze kell tartunk, és amikor ez pont az az időszak, amikor így fölértünk a ló tetejére, de még éppen nem buktunk át jó értelemben a másik oldalra. És mai napig sem, én ezt nagyon szeretem bennetek. Tehát akárhogy is ritkán futunk össze, hol egy 10 éves fesztiválon, ahol próbálok mindig gyorsabban, szaporábban, mert a szívem, amikor benneteket konferálok. Hát mondjuk nem. A jó öreg Pálinka fesztiválon még annó, mert noha ott vannak előttetek már 30 évvel munkálkodó óriás nevek, lásd Demjén Ferenc, bárki, akiket nagyon-nagyon szeretek. Igen, és 25 évvel utánunk munkálkodok. Vagy akár, és az is, de nyilván a kötődés az, hogy lokálpatrióták vagyunk, talán mind a 4-en mondhatom, és a gyulaiasságotokat mindig
nem fennen hangoztatjátok, mindig nagyon kedvesen szövitek bele minden egyes szereplésetekbe, és ez rendkívül bájos. Várjál már most tényleg, te a Kulcs utcán laksz, nekem valaki ezt mondta. Ott, igen. Hát de, én szomszéd utcában lakom. Azt hittem mondod a számot is. Tudom. Hát én nem tudtam, hogy te ott laksz. Hát állandóan integetek, csak te olyan csak gyorsan te vezetsz, én meg ugye biciklivel. Nem, hát szegény előre figyel. Igen, nem is messziről, Tatáról. Ott volt kulcsot hozzá. Tudod, milyen jól esett? Egy nagy évű konf után. Na, de visszakanyarod rátok, hiszen miattatok vagyunk itt. 25 év, és tetszett, hogy Misa ezt mondta, hogy rengeteg hullámvölgyet tartalmazhat. Ennél sokkal kevesebb idő is. Negyed évszázad önmagáért beszél. Mi a titka? Hoztatok egy bátor új hangzásvilágot, nem alkuttatok meg. 7 év nehézségei után is hittetek a sztoriban, segített a Viva Televízió ezek szerint. Ott nagyon nagy szerencsénk volt, és ez mindig a szerencse, és hogy nem hagyjuk ott, és kiadókhoz járkáltunk, akinél ott egy olyan ember hallotta meg, aki később vezető lett, és jót szeretett bele. Mm. Tehát érted, ott a kiadónál hallotta egy alatta lévő. Hát beszéltünk a Gerzsonról is, a Zene TV. Érted, tehát hogy ez a mindig van valaki, akinek, hú, most lehet, hogy nem akarok nagyképű lenni, hogy végülis valakinek van füle, mm-hmm. és aki hallotta ezt, érted, hogy mi kaptunk olyan cetlére fölírt egy kiadónál egy ilyen, minek hívják ezt? CD, egy író CD-re volt lefűzve, hogy Magna Cum Laude túligényes eladhatatlan. Édes jó Isten. Tehát, hogy most ilyen érted, van. Ez persze. Ez azért szívem még... Én még azt is megemlítem, bocs már, hogy közben vágok, hogy akkor még egyáltalán nem volt elterjedve az internet. Most nem tudom, hogyha most jönnénk ki ugyanolyan fiatalon és ugyanilyen zenével, nyilván minden más a maga idejében, de most az, ami egészen más generál a belőlünk szerintem. Hát voltunk egy csomót reggeli adásra. Akkor ugye mind bekapcsolta a zenét, akartál. Akkor indultunk 4-kor, mert akkor azt csináltuk, mert ott úgy tudtuk megmutatni magunkat, hogy reggel játszunk, mert hogy a reggeli műsorokat nagyon sokan nézték. Egészen döbbenet. És akkor indultunk 4-kor, hogy mi 7:30-kor most jöttek, és akkor megvannak a felvételek, fel van YouTube-on. Lehet, hogy erre már nem emlékeztek, de valóban a legnézettebb volt akkoriban a reggel, és hajnal 4-kor kellett mindhármatoknak kelni, mert akkor még te is messziről jártál, Misi. És volt egy bizonyos koreográfia arra hajnalra, ami borzasztó nehéz lehetett, hiszen te eleve szerintem úgy működtök, hogy éjszaka sokáig fenn vagytok. És megjött 3-4 nagyon-nagyon fáradt ember, és mégis miattam egy új dalt játszottatok. Emlékszel? Hát nem, persze. Rátok nézett, Misi, mind a ketten benne voltatok. És rögtön jött egy új dal, ami akkor nekem talán az életemet mentette meg egy nagyon-nagyon nehéz időszakban. Szóval ez a fajta emberség, ahogy ti a közönséghez álltok, vagy akár egy interjúszituban bárkihez, nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy ez a zenekar még mindig negyed évszázad után is itt tud lenni. Tudod, mi az érdekes, és ilyenkor mindig a Hobónak a szövege jut eszembe, hogy a sikernek ára van, nem titka. Hogy itt kereshetjük, hogy mitől sikeres valaki, egy előadó, egy zenekar, mi lehet a recept. Mert valaki nincs keresi recept. Mindig. Valaki folyton keresi. Általában azok keresik, akik sikertelenek, hogy mitől működhet a másik sikere. Nincs. Ferenci Gyuri barátom nagyon jól megfogalmazta ezt, hogy egyszerűen ki kell fizetni ezért az árat. Nincs be se itt. Ezt áldozatokat kell hozni, dolgozni kell, mert különben a siker az csak úgy nem lesz. Vagy ha lesz, akkor az egy ilyen tiszavirág életű, hogy van és puff, utána eltűnik, mert már utána senki nem kíváncsi erre az egészre. Dolgozni kell, csak azt mondtad. Szerintem itt van egy fontos része, hogy vannak önök is, akik nagyon sokan dolgoznak, csak most nyilván mi most már így summázva 25 évünket, meg nekünk teljesen természetes, hogy most ez is hülye lesz ez a szó, bocsánat, most vagy kivágjátok, vagy nem, hogy amikor valamit csinálsz, és valahol ösztönösen érezzük ott, hogy valami jó vagy nem. És van, aki meg látod, hogy ott van a tévében is, ő hiába dolgozik, mikor mindenki nevet rajta. És nem érte, hogy miért nem nevetnek rajta. Tehát ez egy Ferenci Gyurit említette, tehát ránézel a csávor, és egyből látod, hogy nincs kérdés. Tehát bármilyen hangszerhez nyúl, tehát nem kérdőjelezed meg a figurát. Halkan mondom, hogy nem tudjuk kivágni, mert élőben megy. Nem mondtam a csúnyát. Ja, hogy élő, azt nem figyeltem. Jaj, tehát ilyen huncut, ez a gyulai huncutság. Milyen jót mondtál a karakter? Ránézel? De ez ugyanígy érvényes rátok is. Ennyi különböző karaktert, mint amit ti hoztok színpadon, megjelenésben a furcsa Misa, aki nem alkuszik meg, nézd meg, bejön ide közel 50 évesen a rózsaszín pólójára, rendkívül optimista üzenettel, imádom.
megjön a két sötétbe öltözött figura, merőben különböző karakter, tehát mindegyikőtök valahogy varázslatos, kicsit nekem meseszerű. De ez lehet, hogy az én kötődésem és elfogultságom hozza, de van bennetek valami furcsa. De ez nem, figyelj, ez azért fura ez nekünk, mert ezek a dolgok részükről nem tudatos. Tudom, dolgok. Nem az van, biztos, hogy működnek úgy zenekarok, hogy te most ilyen legyél, te most ezt fedd föl, most neked az áll jó, most oda ilyen ülj, hajad legyen, ilyen ülj. Szakállad legyen, innen vegyenek, mert a jobb... Bennünket ez nem érdekel, sose érdekel. Nem is volt próbálkozás erre vonatkozóan, hogy jött volna egy akár stylist, vagy egy kreatív. Volt, a kiadó részéről lett volna, hogy akkor ilyen volt. De az a helyzet, hogy leperget rólunk, hogy és, és Misi, jó, hogy mondod, tudod, hogy mi a legdurvább, egyébként figyelj, amikor a stylist is bejött, végül föladta. De nem azért, mert ráerőltettük, hanem látta, hogy nem, mit csináljak. És benne is megszólalt az, hogy most hova? Tehát, hogyha ők ilyenek, akkor most aggassam rá azt a nem tudom milyen nyakkendőt, mert most éppen trendi, hogy a nem tudom milyen zenekaron az volt. Na, itt van a titok, a karizma. Tehát ez a fajta következetesség és a lepergés, tehát, hogy benneteket nem lehet formálni. Igen, mert hát hol nincs teljesen ilyen? Különböző egyéniségek, teljesen más zenei világból érkezve, alkotnak valamit, ez valami egyedivé kell, hogy de ez váljon. Jó. Te ez erőt ad, ez ad kémiát a dolognak. Persze. Értitek, hogy mondom, hogyha valami olyan kis lagymatag, de itt nagyon erős férfiak állnak ott a színpadon, és ugye a másik két tagról is emlékezzünk meg, mert most ugye öten vagytok. Igen, tehát, Örök Máté és a Lesnek Marci. És Marciék is ugyebár, ők egy kicsit olyan finomabban, jámborabban kiszolgálva az ősöregeket, úgymond, de olyan nagyon szépen simultatok össze most. Nem, hát két nagyon alázatos ember van szó, meg azért ők azt mondom, hogy nem buta gyerekek, ők tudják, sőt, hogy mi ezért mennyit dolgoztunk, és milyen áldozatokat hoztunk, és valahol mégiscsak mi vagyunk az alapító tagok hárman, és ők nagyon, nagyon, nagyon tisztességesen, becsületesen, nem azt mondom, hogy tűrik, de viselik ezt. Igen, ez a fajta különböző személyiség, ez összeadódik egy koncerten. Mi se értjük, hogy egyébként hogy működik az, hogy öt ember föláll a színpadra, és valami olyat alkot együtt, ami működik, amit szeretnek emberek, amihez tudnak kapcsolódni, ami segít embereken, hogyha nehéz helyzetben vannak, lásd téged például, egy-egy dal. Nem akárhogy. És ezek jó dolgok. Persze ezek a különböző személyiség karakterek, mikor felszínre kerülnek, azok okoznak súrlódást és okoznak vitát, de hát én azt gondolom, hogyha egy zenekar azt mondja magáról, aki 25 évet együtt eltöltött, hogy bizony, tökéletes és rózsaszín minden, olyan szép rózsaszín, mint a ti felsőtök, akkor az kamuzik. Az egy iszonyat nagy kamu az egész. Mindig gyanús. Úgy, ahogy egy házasságban, és mikor mindig azt hangoztatják, hogy tökéletes a házasságom, és baromság. Hát, hogyha két ember él és folyik vér az erejébe, két egyforma személyiség nincs. Ugyanezt nem lehet, mondanom. Nem lehet. Hát összeütközések vannak. Az a szép, hogyha ezeket meg tudod beszélni, és a közös ügy érdekében félre tudod tenni akár az egódat. Vagy ha nem félreteszi, megérti, mert tanul belőle. Elegáns. És ez egy nagyon fontos dolog, mert makacsok vagyunk nagyon, mind a hárman, és ez egy nagyon fontos, hogy valahogy hogy, és az ember utána lecsillagszunk, mert lehet, hogy igaza volt. Az elején föltettél egy kérdés, vagy felvetés, hogy mindenki hozzon egy emléket, csak ide vág, azért hozom. Köszönöm. Újra elő. Is az igyel a srác, igyel. Ezzel eszembe jutott, nem az, hogy konkrétan verekedésig is fajultak dolgok, tehát olyan sztori, csak hogy azt hiszem egy időben mindig azt annyit engedhettünk meg magunknak, hogy egy volt a sofőr, egy volt a ród, és mondjuk övé volt a kocsi, vagy legalábbis vezette, és akkor A-ból B-ből mindig elvitt minket, segít, hogy egyedül bepakolt, kipakolt, vezetett, hazajött, és akkor ez akkor abban az időben pont Felföldi Sanyi volt, de mivel nem ért rá, szólt az egyik kollégának, hogy akar-e fusizni,
hogy az ő váltótársa legyen, és egy gyulai srác. Beugrósok, bepakolt minden frankon alakult, minden, és akkor ugye elindultunk. Sok magánéleti probléma volt a zenekaron belül abban az időben, nem is akarok ebbe nagyon belemenni, az egyik, hogy visszafele. Szóval már nagyon heves volt a hangulat bent. M5-ösön, tehát már üvöltött mindenki a másikkal. Álljam, gyere be! Csávó, megijedt, félrehúzódott, Misi kipattant Jocival, ütött egyet-kettőt, akkor mire visszapattant, ne akkor Kilián háton hányt, ennyi már innen, tehát a srác az tök jó fej volt, hazaértünk, kipakolt be, na srácok, köszépen, többet nem jövök. Soha többet nem jövök. Erről még nem született, de... Úgy lehet, hogy ezt nem érted meg, azt a mindenit, harcosok klubban. Nem volt az annyira szép. Lehet, hogy burkoltam benne van ebben abban. Melyikben vajon? Nem, ez, köszönöm, hogy elmondtátok, mert tényleg mindenhol van ilyen mélypont. De egyébként ez azért fontos, hogy Misa ezt elmondta, azért idáig nem szoktunk el. Nyilván. Misa, olyan beszédes az arcod. Tehát a te mimikád egy színpadon, az megérne egy misét. Tehát hihetetlenül. Egy misát. És tényleg, jaj, de jó. Ez az én poéna, illetve veletek kérdőzőjében, hogy már egyszer van. Megbíheted. Nos, beszéljünk egy picit arról, és köszönöm, hogy visszatértél. Számomra az egyik legemlékezetesebb, amikor a Daisy-es született dal először színpadon megszólalt. Ugye, amikor apuka lettél, Misa, Daisy-hez írtál egy dalt. De azután, ugye, és te már két gyermek édesapja, most már három, bocsánat, tényleg három, itt egy gyermek van, Félix lassan 3 éves körül van, ugye? Holnapon tényleg? Igen. Nem tudom, mikor megy le, mindegy, 15-én, nem tudom, mikor adjátok le. Írtál neki dalt erre? Persze. De jó. Meg folyamatosan írom, ő engem nagyon inspirál. Hát, ahogy látom, mindhármatokat, hiszen más lesz az a férfi, aki apává lesz talán a színpadon is. Máshogy tervez, más lesz a logisztika, gondolom, minden más. Mennyire borult fel az életetek, Misi? Jó, hát nekem van a legtöbb 3 gyermekem van. Aki ismer, az tudja, hogy én gyűlölök késni bárhonnan is. Látod, egy nappal korábban jövök. De kétszer jössz el egy stúdió felvételre. De azt hittem, hogy hogyha apa leszek, és lesznek gyermekeim, akkor mindenhonnan el fogok késni, de nem, mert én gondosan ügyelek erre. Igaz, hogy otthon megőrülnek ettől, hogy menjünk, csináljuk, pakold össze, menj, idő, ne várassuk meg a másikat. Persze, hogy megváltozik az ember élete teljesen, tehát áthelyeződnek a súlypontok, most már nem csak te vagy mondjuk a párod, hanem most már van egy gyerek, aki felelős, akivel foglalkozni kell, jön az óvoda, jön az iskola, agyalni, tervezni, időt beosztani, jönnek az edzések, ő érte oda menni, a zeneiskolában másikért mennyi hatra, azért ez nem egy egyszerű történet, főleg úgy, hogyha valaki nagyon távol akik a segítség, mondjuk anyósod, vagy akárki, aki tud segíteni, és ilyenkor mindig azért mivel, hogy én zenész vagyok, és járom az országot, ezért inkább a feleségemre hárul az oroszlán része ennek az egésznek, úgyhogy nem egyszerű, de ez nem panaszkodás, mert ezt az ember választotta, ez egy de struktúráltabbak lettetek, ha jól értem. Ez egy szolgálat, igen. Viszont ami az előnye a zenészeknek, hogy ugye javarészt este indulnak el, kivéve, hogyha nagyon távoli desztinációba, mondjuk Erdély legvégébe mennek, így aztán oviba el tudsz menni a gyermekért, tehát fel tudod vállalni esetleg az iskolába való menetelt, vagy elhozást, külön óra, nem? Tehát azért van ennek előnye. Van, csak alapból szerintem egy zenész az nem úgy van berendezkedve, mint egy olyan ember, aki... Mondjuk azt, hogy tisztességes polgári foglalkozást űz, nekünk máshogy járnak nem csak a biológiai óránk máshogy működik, hanem mindenhez való hozzá viszonyulásunk is valahogy. Nehéz, nem egyszerű. Nagyon nehéz. Ha nagyon valaki nehéz. Azt mondja, hogy könnyű. És... Hát ez nem úgy van, hogy írok dalokat, és... Hát de elmentünk a bölcsibe, érte? Én addig elviszem, és te 5-6-ig. És én akkor, én megmondom őszintén, annyira ilyen vagyok, hogyha nekem csinálnom kell, én csinálom. Akármi van, én csinálom. Én vagy földurúzsolom, vagy fölveszem, én nekem amikor megvan, én nekem azt csinálnom kell. És bármi, ez nem a fiamnak a rovására, én nem baj, az összes felvételemben nem, ahogy belenyavajog, hogy valamit apa tedled, én akkor is fölveszem.
És ez mindhárom. Mert ez a pillanat. Hát én most gyerektől függetlenül mondom, általában az ihlet, az nem délután 6 és 3-4-6 között jön, vagy 4-7 között, hanem amikor jön. Neked mikor jön általában? Változik, nekem is teljesen kiszámítatlan az egész történet. Meg hogy ugye miről én nekem, én nem vagyok olyan szerencsés, mint a srácok, nekem nem adatott meg úgymond hogy a lányomat nevelni sajnos, mert elváltam elég korán, de természetesen tartottuk a kapcsolatot, meg mint apa mindent megtettem. Rodás lányodban. És köszöni szépen. És kiváló táncos. Nyilván ez is inspirált mondjuk olyan dalokat, ez a hiányérzet, ami nem túl pozitív töltetű, vagy töltetőek, de hát ebből hát miből merítsen az ember, ami történik vele, és akkor néha ilyen van, néha olyan van. Talán Tibi arra akart kitérni ezzel, hogy, hogy ez mindig okot ad arra, hogy a párunkkal, a feleségünkkel konfrontálódjunk egy ilyen helyzetben, hogy jön valami, azt nekünk meg kell csinálni, le kell jegyezni, és nem biztos, hogy a másiknak az tetsző, hogy hát de most indulni kellene, vagy miért nem a, mit tudom, pedig, a gyerekkel? Pedig szerintem a te Dórid és a szenyém is iszonyat toleránsak. Én is úgy vettem észre. Abszolút. Tehát, ha valaki, tehát most én nem, tehát, de mégis nyilván, hogy tehát mivel, ha valaki nem az, akkor az mi? Mindent megér, de a magát a pillanatot, hogy most. Na, de hát nem, egész délőtt nem tudtad. Nem. Lehet, hogy pont telefonáltam, és eszembe nem jutott, hogy valami. És tehát a pszichológ ennek a fura, ennek a gyereknevelésnek, ezt nem tudom, most mondtam valami interjú, és ez nagyon fontos, hogy nem csak a gyerekeket tanítjuk, hanem mi is tanulunk. Olyan. Hogy neki miért, hogy mi jó, és fú, esküszöm, hogy olyan sokszor volt, hogy az ember tud így csinálni, hogy azt legszívesebben így ledobnád. Milyen jó háttérországotok van tényleg? Te pedig, Misa, ahogy látom, a rengeteg utazásból is merítkezel. Ő az igazi, hát világpolgár, nagyjából mindenhol megfordul. Úgy fontosságú helyeken jársz. Én, akik nem tudják, eltörtöm a kulcsontomat egy párszor már. Jaj. És felvétel is van róla. Felvétel is van róla, külföldi nyaralások során. Nem tudtam. Ezért értél ki a Kulcs utcámra? Én oda találtam. Azért a házszámot nem mondom be, jó? Nem, azért mondta Tibi, hogy ez egy kulcsfontosságú kérdés. És egyébként hogy sikerült? Melyik? Eltörned. Hát... Nem esik az ember sűrűn a kulcsontjára. Egy hullám bepasszírozott a homokdűnék közé. Mert a háttal voltam a hullámnak, akartam csináltatni egy fotót a csajommal. Ő meg is csinált, hogy mondta, hogy vigyázz, mert nagyon nagy hullám jön. Hát mondom, mi bajom lehet, aztán piff, figyelj csak. Mi is a háttal nem kezdünk mondatot. Bocs, elnézést. Ez a jó Gyula, ez a kocsúzó. Mindig tanul az ember. Édesfiúk, többet. Édesfiúk, jön ez a 25 éves fantasztikus koncert, Papp László Sportaréna. Fantasztikus az a rímekbe szedett ajánló, ami az oldalatokon van. Legszívesebben elolvasnám, de nyilván bárki egy kattintással meglelheti. Mitől lesz új ez a koncert? Van-e olyan meglepetésszerű eleme, feltételezem igen, ami merőben új lesz minden rajongótoknak? Én azt gondolom, hogy 25 év után az ember nem arra törekszik, hogy valami olyat csináljunk, mint még soha semmi, hogy fejen állva énekel. Jaj, nem ilyenre gondolom. Ilyen nem lesz. Én sokan kérdezték egyébként. Új dal, ami debütál, ilyesmi. Hát de kirepülsz a színpadra, tudod? Egy ágyúból fognak kilőni. Hullám ne legyen a közelben. Egy ágyúból fognak kilőni, és repülni fogok körülbelül 70 kötője 90 métert. Majd fölállok. Nem, kérdezték, hogy lesz-e vendég tőlem legalábbis többen, és hát most úgy tervezzük, hogy ezt a negyed évszázadot valahogy úgy szeretnénk együtt eltölteni a színpadon, hogy egymásra koncentrálva. Azt vettük észre, hogy az igazán felszabadult hangulat egy-egy koncerten ilyenkor van, mikor mi együtt vagyunk, közel vagyunk egymáshoz a koncerten, gyűlöljük azt, mikor akkor a színpad van, hogy integetni kell a másiknak, mert olyan távol van, úgyhogy erre próbálunk törekedni. Tényleg mi szeretnénk ezt megélni, és... Hívott hobó bennünket, csinálni, hogy akar jönni. Nem, most ne gyertek. Hát egyébként mi nem... Nem. New Yorkban van most. Hát nézz az ég felé most. De jó, és nézz, gyors vagy. Hát jó, akinek így jár az... Úgyhogy ezt tervezzük. Nekem ez nagyon rokonszenves. Képzeld el, hogy a leg
finomabb válasz. Tehát mindenki ugye ilyenkor előrukkol valóban egy sztár vendéggel. Hát nem egy, láttuk olyan legszebb koncertet, hogy 17 vagy nem tudom hány hát, hogy sztár vendég volt felsorolva. Azzal sincs baj egyébként, miért ne lehetsz? Csinálják, csinálják. Csak az ember még valahogy így egyből megszorol, de hogy akkor most tulajdonképpen ez kinek a bulia. Tehát ez így egy szumor. De valahogy a világ egyébként egy picit most így, ahogy látja az ember a mai srácokat, és hogyha mindenki mindenkivel barátságból is elhívja, mi most tényleg ezt így akarjuk megcsinálni. Tetszik. Nagyon. És valószínűleg ez, hogyha most a 25-öt így csinálják, a 30-nál se fog ez a dolog megváltozni. Nyilván az egy másabb szám lesz már, de... Amellett, hogy nagy a kohézió, nagyon erős, imádom ezt a szimbiózist, és ez volt a legszebb gondolat, azt kell mondjam, hogy nagyjából nem számítottam rá, de valóban tetszik ez a fajta nagyot akarni, nem akaró koncert, hanem egymásra koncentrálva a kis színpadon, erős kontextusban. De a közönség is nem akkor érzi jó magát, amikor látod, hogy jó a buli. Tehát ahol lement fél óra átállás, most bejött az, hú, nem sikerült, nem hallottam a hegedűt. Tudod, mert annyira begyakorolták, meg izzó semmit, érted? Tehát, hogy millió ilyen van, ne legyen így, de hát láttuk már, hogy a Lady Gaga se szólalt meg, vagy a Hetfield, a gálán, vagy az, az első három sorra, vagy nem tudom, tehát, hogy igen, de pont arra tértem volna rá, hogy amellett, hogy nagyon működik ez negyed évszázada, mindenkinek van egy picit külön projektje. Erről szeretnék néhány szót hallani. A mesélőről mindenki tud. Hát az túlzás, hogy mindenki, de biztos. Hát azért az már jó pár éve a köztudatban van. Miért volt fontos számodra, hogy életre hívd? Jó, ez egy érdekes dolog, mert én... Aki ismer engem, az tudja, hogy én mindig is csapatjátékos voltam. Én nem az az ember vagyok, aki így szereti így az egóját simogatni, hanem így a haverjaimmal, egyébként a Covid szült ezt, haverjaimmal videócseteltem, és mindig gitár volt a kezemben, és pengettem. Hát a feleségem szerint bunkó, tiszteletlen voltam, mert gitároztam, közben beszélgettünk, és sztorikat meséltem, és mondták, hogy miért nem próbálod ki magad egyedül, hogy egy gitárral játszasz szépen vidékesen, játszol dalokat, és ezeket a sztorikat elmeséld, és mondtam, hogy figyeljetek, engem ez nem érdekel, és rá egy hétre meg azt mondtam, hogy figyelj, agyaltam rajta, miért ne próbálnám meg igazából, és szeretem így ezeket a határokat így feszegetni, vagy így kicsit komfortzónán kerülni, és érdekelt. Véleményem szerint az egyik legnehezebb műfaj ez a one-man show, hogy egyedül te le tudod kötni az emberek figyelmét, és ráadásul ez a mesélő, ez 2 óra, de inkább 2,5 óra hossza. És működik. És működik, mert az emberek szeretik, az emberek nevetnek, az emberek sírnak, színes, mert az autentikus cigányzenétől, a spanyol zenéig, a Magnán át, a Budapest bárig, a dicsőítő dal, amiket mostanában írtam, azok is fölcsendülnek, úgyhogy én élem, én szeretem. Persze nagyon sokan a Magna Cum Laude rajongók közül azt gondolták, hogy megcsináltam ezt a mesélőt, akkor ez gyakorlatilag arról szól, hogy egy személyes mezőmisi Magna koncert, 2 darab, de inkább egy, a vidéki sanzon szoktam játszani. Igazából nem arról szól, hogy én egyedül elmegyek és a Magna dalokat játszom. Nem, ez a te történeted. Így van, így van. Nyilván feltételezem, benne van Édes Anyáddal való gyönyörű viszonyod. Igazából mindenről mesél az ember. Ha valahol ott tudok talán igazából mesztelenre vetközni és megmutatni azt, hogy valójában ki vagyok én, vagy hogy vélekedem és gondolkozom a világról. Tibi, te Bitang, te pedig a dalban mutattad meg, hogy gondolkozol a világról, de nagyon a háttérből írtál egy dalt, ami konkrétan merobbant. Roy. Kohánszki Rajmund Roy néven ismert fantasztikus előadó hozta, és egészen kiváló, amit kiváltott az emberekből. Nem hitted el te magad se. Figyelj, az igaz, hogy ezt a számot én már régen megírtam. Na. És ez már így egy éve így a fiókomba volt ilyen-olyan formában, és így valójában így nem is tudom, fölénekeltem, volt egy-két ilyen kérdésem így kiadók felé, beszéltem komolyabb emberekkel, én nem akarok így előreállni.
Tehát én úgy mondom, vannak ilyen dolgok, amiket írtam. Nyilván nekünk megvan ez a szövetségünk, ebbe így nem akartam így belefolyni. Én nem akarok már így előre állni, hogy én most én ezt így előadom és eléneklem. És akkor én most nekem van egy fiatal srác, akinek én neki írogatok így dalokat, minden, és akkor ilyen tényleg ez a komfortzónán kívül, ahol ilyen nem foglalkozok semmivel, és írom, amit kell. Magamnak, ami így jön így belőle. Nem baj, hogy gitárszóló van, nem baj, hogy az engem nem érdekelnek a trendek. Nem érdekel a kiáltás, semmi. Mondjuk ki azért, miről van szó. Ugye egyik nap énekelgettem otthon, és haj, ezt most valaki a férjem, én már hallom, mert hogy nagyon beragadtod, és egész nap, nagyon szerette, csak azt mondja, hallom. Misa, az egyik legizgalmasabb, és mondhatom el, hogy kakukktojás. Színészként én téged nagyon-nagyon szívesen láttalak volna. Egyszer-egyszer volt, és mondom, kicsi morzsát dobtál oda nekünk a gyulai várfürdőben egy fantasztikus alakítás nyomán, azért jegyezhető, ugye Karamisa színészi kvalitásait láthattuk. Hogy folytódott el ez a karrier? Nagyon sokat foglalkoztattak, hál' Istennek, a színházba, és ugye az előadások, vagy a koncertek közel egy időbe kezdődnek, csak akkor vagy ide tudok menni, vagy oda. Azt a választás. Vagy lekettőződ, ha le tudod, vagy nem, magad a színházon nyilván az más, mint mondjuk zenekarban, de akár még itt is le tudtam volna azon a szinten, vagy még most is, de hogy ez bátörés bizonyította. Tanácsot kértem apukámtól, hogy mit javasol, hogy színház, vagy zene, és akkor azt mondta, hogy melyiket kezdted hamarabb, hát mondom, zenélni, fejezd be, aztán majd bármikor átmehetsz, és akkor tényleg rendesen ilyen monológot kaptam az akkori igazgatótól, Kontel Lacitól, aki már meghalt sajnos. Mindent megtett, hogy maradjak, de hajtatatlan voltam, pedig ott automatikusan pörgésbe maradtam volna minden, akkor megfogadom ezt. De igen, mondtam, hogy ne hagyd. Tehát emlékszem, hogy volt ez a beszélgetésünk így, csinálja. Tehát, de valahogy úgy ez az egész dolog, akkor így... Talán jól döntött. Benneteket igazol a 25 év. Engem azon, hogy fölőrült már akkor is az, hogy ugye reggel 8-ra átmegy az ember, próbál egyik-kettőtől előadás, utána megint próbál 5-től 7-ig, utána 7-től is előadás, utána előadás után is próbál, és nem tudom hány ilyen nap elment egymás után. A Gyulai vagyok, és Csabai Színház hiába van 10 kilométerre, akkor is albérletet kell kivegyek, mert mindig lekéstem a 22-20-ast. Egyelek meg. Ja, még akkor 22-20-as. Azóta ez a záró, igen, akkor. Utolsóvonat. De érdekes ez, volt-e nagy szerepálom, ami így aztán nem tudott megvalósulni, de még ki tudja. Van is, és majd bebizonyítom, hogy igen, és képes mondjuk eljátszani. Alternatív színházak szerintem tátkarokkal várnának. Hát ide kapcsolódik, ha már itt beszélünk, ki mit csinál ugye a zenei életben. Nekem is van egy ilyen musical projektem, amit már régóta csinálgatunk. Hát most már meg van egy zenei is, mind a kettő ebbe az évbe fog startolni, majd meglátjuk. Nagyon izgalmas. Az egyik az egy pornóbál színház, a másik pedig egy rendesen zenekar. De van egy musicalünk is már 7 éve. A közösen is van. Egyébként, amit megvan, tehát, hogy... Sok minden van a fiókban, most jött az időszak kicsit, hogy nem csak a magnáról szólít az embereknek az életünk, hanem azon túl is van zenélés, és kicsit magát boncolgatja az ember. Úgy, hogy hát meg ami nagyon fontos, hogy vannak olyan emberek, akik egy valamit csinálnak, és mondjuk lehet, hogy abba is kifáradnak, érzi jól, és megelégszik vele, hogy én ezt csinálom. És van olyan ember, aki meg ebbe is ki szeretné próbálni magát, abba is, és valahogy ez építi, vagy tuningolja, vagy nem tudom. Emlékeztek, ezzel kezdtük valójában. Még a Dalai Láma is azt javasolja, hogy 7 évente csinálj valami újat. Megújulnak a sejtek, gyakorlatilag új ember leszel, tetőtől talpig, vagy egy új projekt, ezt szokta javasolni, egy új munkakör, vagy menj el külföldre. Na, bocsánat, meg azért nem szabad egyet feltenni, mindenki azért a korral máshogy gondolkodunk. Ez ösztönösen jön, ha már azt mondod, hogy ilyen emberek vagyunk, amit mondtál rólunk. Tehát meg tényleg van olyan, aki végigvisz egy dolgot, tehát nehéz ez, de aki nagyon ilyen alkotó és gondolkodik más, az nehezen tud leragadni egy bizonyos dolog mellett. Kétségtelen, meg hát, furcsa is lenne, ha nem feszítene belülről bármi benneteket. Katalizátorként talán a mesélőt tudnám így a ti kontextusotokban előhozni. Jött ez a fantasztikus. Használj ennyi idegen szót, mert nem értem. Bólogatunk, végig írjátok itt. És hamarosan meg színházban Misát is láthatjuk. Egyetlen utolsó kérdés, nyilván bármikor meg tudnátok engedni magatoknak, de olyan élő, hatalmas formátumú zenész, akinek rendkívül vágytok a koncertjére egyenként. Ki lenne az? Élő.
Uh-huh. Magyar vagy külföldi? Mindegy, teljesen. Én mondhatom? Mondjuk. Én Paul McCartney vagy Stevie Wonder koncertre nagyon szívesen elmennék. Őket így a koruk miatt is szeretném látni, meg hát amit szerintem csináltak a zenében, szerintem az korszakalkotó is nagyon egyedülálló. Itt most nagyon meg fog egyezni a véleményünk. Én még Stinget is, meg tudod, az olyan előadókat, akik nem tudod. De nyilván egy csomó mindenkit, mondhatnánk a jazzből, mondhatnánk innen-onnan, mondhatnánk a nagyon a rockból, egy csomó ilyen van. Látod, azért nem tudunk, mert annyira széles spektrumon megy, amit hallgatunk, meg egyik pillanatban lehet, hogy népdalt hallgatok, a másik pillanatban meg az új kornlemezt hallgatom. Tehát, hogy most... A Magna egyik sikere is ez lehet. Én az eklektikus ízlés. Egy személyes adóként én is Stevie Wondert, zenekar pedig Led Zeppelin. Azt. Egyértelmű. Hát meg nyilván. Fiúk, köszönöm. Ez nagyon sokat elárult rólatok. Ez a fajta. És hogy válaszoltatok is egyből rá, hálásan köszönöm, hogy itt voltatok. A 25. jubileumi koncertre akkor mindenkit várunk, egy pontos dátum április 20-a, Papp László Sportaréna. És még egyszer köszönöm. Ez az interjú számomra tényleg azon túl, hogy Magna Cum Laude-ról szól. Meghívhatunk. Hát igen, ott ezek a backstage. Nem jó mondtad, hazavihető. A legnagyobb. Arról is szó volt, csak mi sokan mondok utána. Pum, pum, pum. Szóval ez az interjú számomra Summa Cum Laude. Köszönöm szépen. Köszönjük. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.